Két éremmel és három diplomával tértek haza a magyar séfek és cukrászok az októberben Erfurtban megrendezett kulináris olimpiáról. Az eseményen a megyéből öt jól ismert szakember vett részt. Szabó Sándor és Berecki Attila mestercukrászok karamell artisztikában indultak. Egyéni szakács kategóriában pedig Ciránkú István, Huszár Tibor és Konyári Sándor mesterszakácsok képviselték Magyarországot. A királyi mesterszakács címmel is rendelkező Konyári Sándor utoljára 16 éve vett részt az olimpián, és azt tapasztalta, hogy sokat változott a gasztronómia. Teljesen mások a tálalási módok, teljesen mások a egyáltalán dizájnok, mint ami 16 évvel ezelőtt egyikinti olimpián láttam. Nagyon nagy változáson megy végbe, de ez szerintem nagyon jót tesz mind a nekünk, szakácsoknak is, mert hogy kiélhetjük magunkat, nem csak állandóan a hagyományos rántott hús, vagy pörköltet, vagy hasonlókat kell csinálnunk, hanem valamilyen szinten a vendég részéről is van egy igény a minőségi nyersanyagokra, a minőségi tálalásokra. Az élménybeszámolón elhangzott, hogy 1999 óta most sikerült egy valóban ütőképes csapatot összeállítani, és az eredmények alapján jól is szerepeltek. Egy arany, egy ezüstérem mellett három diplomával tértek haza. A séfek közül a legjobban a 26 éves Huszár Tibor szerepelt. A Hotel Korona mesterszakácsa ezüstérmet kapott az erfurti olimpián. Tapasztalatszerzés szempontjából megmondom őszintén, óriási élmény volt. Ilyen fiatalon kijutni egy olimpiára, egy ilyen világszintű versenyre, ez nagyon nagy dolog volt számomra. A versenyen 5 fogásos menüsort készítettem, valamint 2 melegen elképzelt hidegen kivitelezett, valamint 2 hidegen elképzelt hidegen kivitelezett fingerfoodot. Az IKA gasztronómiai szakkiállítás keretében 4 évente megrendezett kulináris olimpián idén 50 ország képviseltette magát. Több mint 800 egyéni kiállító, 32 nemzeti és 20 junior válogatott, 59 regionális együttes, valamint 85 gyümölcs és zöldségszobrász mutatkozott be az elismert szaktekintélyekből álló zsűrinek és a közönségnek.